Újabb áldozata van az ausztrál erdőtüzeknek, egy eltűnt férfit találtak ma holtan, így már 25-en vesztették életüket a hónapok óta tartó katasztrófában. A térségben most érkezett egy kicsi eső, de ez vajmi kevés volt ahhoz, hogy javuljon a helyzet. A déli kontinensen már majdnem egy teljes magyarországnyi terület égett le, sokan mindenüket elveszítették. Hideg szélben, csepergő esőben nézték Aden lakói, hogy az öböl túloldalán fekvő településüket szinte teljesen felperzselte a tűz. Hiába a hetek óta várt csapadék, a szitáló eső sem fékezte meg a lángokat, több kilométerre lehetett látni a sűrű füstöt. Szakértők szerint is több napos, kiadós, legalább 200 milliméternyi csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy a helyzet javuljon. A pillanatnyi enyhülés ellenére sem nyugodhatunk meg, a tűzvész akár március végéig is eltarthat az előrejelzések szerint. Mindenki számára legyen világos, hogy a veszély nem múlt el Új-Dél-Walesben, mondta az állam miniszterelnöke. Mindenhol hatalmas pusztítást okozott a tűz, Kobárgóban például mindent felperzseltek a lángok szilveszter éjjelén. Csak összedőlt, kiégett házak, szénné égett fák maradtak. A településen csak pár elkoborolt állat lézeng. A Siát család a falutól 10 kilométerre egy kempingben húzta meg magát, 6 nappal a katasztrófa után tértek vissza felmérni a károkat. Rémisztően gyorsan közeledtek a lángok, tehetetlenül kellett végignéznünk, ahogy felrobbant és megsemmisült a ház. Szerencsére sikerült időben elmenekülnünk, de mindenünk odaveszett, mondta a könnyeivel küzdve ez az asszony. A gyümölcstermesztésről híres közeli Betló is porig égett. A lakók pár nappal a katasztrófa után sem hiszik el, hogy nem maradt semmi a településükből. 1951-ben alapítottuk a falut, a mi családunk 53-ban építette fel a házat, rengeteg erdőtűz volt már a környéken az évtizedek alatt, de ilyen pusztítást még nem láttunk, mondta egy idős nő. Hétfőn holtan találtak egy férfit, aki egy hetet hűnt el, így már 25-re emelkedett az ausztrál erdő és bozóttüzek halálos áldozatainak száma. A kontinensen egy majdnem magyarországi terület égett már le, és jelenleg is 130 helyen küzdenek a tűzoltók és a katasztrófa elhárítók a lángokkal. Egyre újabb felvételek járják be a közösségi médiát. Ez a videó hétfőn készült Új-Dél-Walesben. Ki sem látni az ausztrál légierő repülőjének pilótafülkéjéből a mindent beborító, sűrű, narancssárga füst miatt. A kormány hétfőn a költségvetési víztartalékon felül újabb, jelentős összeget szavazott meg a károsultak megsegítésére. A következő 2 évben a költségvetés 2 millió ausztrál dollárt költ a károk helyreállítására, jelentette be az ausztrál miniszterelnök, hozzátéve, hogy minden bajba jutott ausztrál családnak jelentős anyagi támogatást nyújt majd az állam.